Sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami végre egy nagyon juicy videó lesz. Hetek óta szeretném nektek felvenni. Nem tudom, hogy mi akadályozott meg benne, valami misztikus, mágikus erő volt, de végre elérkeztünk ehhez a videóhoz is. Egy valamit szeretnék nektek elmondani, ami pedig nem más, hogy az előbb vettem fel a kanapétalk első részét. Nagyon random elnevezés, semmi értelme nincs, de új sorozat. A lényeg, ami miatt felhoztam, hogyha nem láttátok volna azt a videót, akkor itt le tudjátok csekkolni. Igyekszem nagyon megpörgetni az augusztus végét, ugyanis szüli hónapom van, és jövő héten szüli hetem is lesz. Igazi nagylány leszek, ezt nem tudom miért mondtam, de mindegy. Tehát. Ezt a videót Ellie Hillsnél láttam, belinkelem egyébként a videót a leírásba, ugyanis az övébe van egy kis csavar, ami miatt nagyon izgi. De most nem mást fogunk csinálni, mint Fiverr-ön végre megint fizetni fogunk embereknek, hogy szórakoztassanak minket, és most nem lesz más, mint jósnőknek fogok fizetni, hogy rajzolják le nekem a lelkitársam. Fontos információ, csak hogy mindenki tisztában legyen vele, szerintem és az én értelmezésemben a lelkitársam az éppen bent Fortnite-ozik Patrikkal, tehát Bence. És nem láttam senkinél olyan videót, biztos csak rossz helyen néztem, de nem láttam olyanoktól ezt a videót, akiknek valóban van párkapcsolatuk, férjük, feleségük, bármi. Úgyhogy ezt fogjuk majd csinálni. Jósnőknek fogunk fizetni, hogy igazából rajzolják le nekem Bencét. Azt már tudjátok, hogy hogy fog menni a menete igazából ennek az egész dolognak, de ettől függetlenül természetesen jönni fogtok velem. Úgyhogy vegyük fel a pozíciót, előkapom a laptopomat, és keresünk pár király jósnőt. Tehát megnyitottam a Fiverr-t, és terveink közt szerepelt ugyanazt a jósnőt is használni, akit Ellie-nél láttam, ugyanis az övé volt a leghitelesebb, viszont nem találom. Ami kifejezetten zavar, ugyanis őt nagyon szerettem volna. Mindegy. Szóval rákerestem a Psychic Soulmate Drawing-ra. Megér nekünk $30 az, hogy valaki lerajzolja nekem Bencét. Van itt egy 5 csillagos egyértékelés alapján I will draw and describe your soulmate within 12 hours. Oké. Okay. Jellyfishy, ugyanúgy $10. Úgy tűnik, hogy az animáció. Az mi egyébként, hogy egy fiók 8 hirdetést adott fel? Ő átverő, sőt nem választjuk. Nagyon sok $30 van, egyet csak kellene. Van egy $5. Ő viszont azt mondja, hogy a lelkitársa Idat fogja neked lerajzolni, úgyhogy lássuk, hogy hány lelkitársam van. 5-öt kellene megint választani, nem? Van egy festős is. A festős vagány. A festősnél a $25-osba reading is van, tehát van egy kis jóslás is. A basicbe csak maga a rajz van, de nekünk természetesen kell a jóslás is, mert miért ne? Az majdnem $30, szerintem bőven elég drágának. És akkor kezdjünk el fizetni, amivel el is érkeztünk a mai szponzorunkhoz, aki nem lenne más, mint Dezső Bence. Végtelenül kedves a fiatalember, kifizeti a saját rajzolását. Confirm and pay. Megvan az első rendelésünk, és akkor azt írja, hogy szüksége van a teljes nevemre és a születési dátumomra. Rebecca Markó. 1997-08-24. Első pipa, gyorsan fejezzük be a többit is.
Várom a Fiverr-es videó ötleteket, ugyanis kifejezetten élvezem ezeket. Valami nagyon izgit kellene csinálnunk következőleg. Most már legyen elég. Csak kapom az értesítéseket, folyton folyvást. Mi történik? Az előző kártyájáról nem kapott értesítést, az jobb volt. Bejön egy viszonylag oké, bejön még egy oké, ezt ráakasztottál egy olyat, ami überelte a kettőt együtt. Igen, tudják, van egy 25 dolláros, és az a drága. És akkor mind az öt meg van rendelve. Kedden találkozunk, bár nektek ez csak egy pillanat lesz, de... Bocsi! Legyen barátod. Azt mondták, jó lesz. Azt mondták, hogy király. Mi? Hát sziasztok, villámgyors adásszünetet szeretnék tartani. Igaz, hogy a videó elején poénkodtam vele, hogy szponzorált a videó, de ez a része a videónak valójában szponzorált. Köszönöm szépen a Veet-nek a támogatást. Lehet, hogy páran emlékeztek rá, hogy volt már egy dedikált videóm, amiben a szörtelenítésről beszéltem, hogyha erről lemaradtatok volna, akkor ezt itt le tudjátok csekkolni. Nagyon örülök, hogy ilyen cégekkel dolgozhatok együtt, akiket évek óta imádok, és ahogy abban a videóban is elmondtam már nektek, rengeteg Veet terméket használok, több különböző terméket, több különböző testtájamra használok. Azt hiszem, ott is két dolgot emeltem ki nektek, és itt is szeretnék két dolgot kiemelni. Az egyik kedvencem az 10 éves korom óta szerintem a szörtelenítő krémjük. Mondtam már nektek, hogy nem kifejezetten szeretek borotválni, úgyhogy nekem ez 100%-ban leváltotta a borotvát. A lézer időpontjaim között is ezzel szoktam egyébként leszedni a szőrömet. A másik nagy kedvencem pedig a hideg gyantacsík, ugyanis nálam nagyon sokszor előfordul, hogy teljes mértékben elfelejtem, hogy gyantázni kellene, és ha nem is viszem magammal, bármilyen üzletben meg tudom venni, és azonnal akárhol tudok gyantázni. Úgyhogy ha esős helyzetről van szó, akkor ez a kedvencem. Hogyha szeretnétek kipróbálni bármelyiket, és nem szeretnétek üzletben megvenni, akkor teszek le nektek egy linket a leírásba, hogyha arra rákattintotok, akkor ott tudtok rendelni. Szeretném még egyszer megköszönni a Veet-nek, hogy támogatták a videónak ezt a részét, és most pedig menjünk vissza, és terítsük ki, hogy milyen rajzokat kaptunk. Így jó neked? Nekem ne. Jó, akkor nem túl sok a betű. Lazos csávó. Na, így jó lesz. A sminkem egy kicsit extra szerintem ehhez a videóhoz, de mostanra ti már tudjátok, hogy miért, úgyhogy a Barbie sminkemet láthatjátok. Viszont aki nem tudja, a leírásban ott link, és tekintsétek meg azt a videót. Ah, te olyan ügyes vagy. Hibáztam, és beismerem. Mondtam nektek, hogy vannak olyan cselesek, akik ugyanaz az ember másképpel ugyanazt a teszket árulja. Aha. És sikerült egy ilyenbe belefutnom, úgyhogy kétszer rendeltem meg ugyanattól a csajszitól. Onnan, hogy rám írt, hogy direkt rendeltem meg kétszer, én meg így. Te meg direkt vertél át? Konkrétan. És van még egy problémánk, amit nem tudunk igazából, és valószínű, hogy ez is az én hibám. Az egyik csaj, akitől rendeltem, 4 hete nem volt fent Fiverr-ön, úgyhogy nem tartom valószínűnek, hogy az elkövetkezendő 1-2 napban esetleg elküldené nekem a képet. Kikötték a netet. Úgyhogy sajnos egy törölve lett, egy pedig késik. Ha véletlen meg fog érkezni, akkor azt Instán megmutatom nektek, de nem látok rá túl nagy esélyt. Tehát 3 van. Igen. Tökény. Még mielőtt belekezdenénk. Milyen érzéseket táplálsz afelé, hogy ha minden jól megy, akkor a te arcképeidet fogjuk itt látni? Jó, én azért megmondom őszintén, hogy én nagyon... Azért viszonylag hiszek ezekben a spirituális dolgokban, ezt ugyanúgy azért annak lehet nevezni, nem? Tehát persze. Igen. De itt most azért nem úgy ülök, hogy hát hiszek ebben is meg fog történni. Mondjuk úgy inkább, és akkor szépen fogalmazok, hogy nem lepődök meg, hogyha nem én vagy a hasonmásom leszünk a képen. Oké. Okay. Hogy könyveljük el magunkban, hogyha köze nem lesz hozzá? Csak úgy gondolkodom, hogy... Kezdjük azzal, aki először küldte. Istenem! Hogyha szeretnétek, és most tényleg erre figyelni fogok, mert a múltkorinál sajnos ugyanez volt, hogyha szeretnétek, én is csinálok, azt ugyanúgy be fogom tartani, és fogok csinálni egy olyat, amilyet a múltkor csinált, de ha szeretnétek, hogy ilyet csinálják, akkor tényleg írjatok rám, zaklassatok, dobjatok el lájkot a videóra, bármi, tök jó lenne, lássuk. Ó, miért dobog ennyire a szívem, jaj de rossz. Loving and
trusting relationship, it's never an issue. Ah, ez tényleg mi vagyunk. He won't give you any reason to distrust him. Összességében annyi volt a lényeg, hogy folyamatosan ott lesz mellettem, de ez nem jelenti azt, hogy esetlegesen nem fogok nélküle élni egy időre, de folyamatosan számíthatok a jelenlétére, és egy igazi tündérmese szerelem fog kialakulni. Meg fog nevettetni, nagyon sok időt fog veled tölteni, egyre többet és többet, és ez az ember lesz az az öröm, aki miatt a szívem kihagy egy ütemet. Olyan közel szeretnéd magadhoz tartani, amennyire csak lehet. Az a baj, talán ez ott megbukott, hogy egyre többet leszel veled, könyörgöm, 2 éve együtt érünk, tehát ez a... Na mindegy, nézzük meg, hogy nézek ki. Azt mondja, hogy 75% esélyt lát arra, hogy a következő hónapokban találkozni fogunk. Szerintem ez lehetséges egyébként, hogy találkozunk a következő hónapokban. Amúgy igen, teljesen igaza van. Na nézzük a képet. Oh my! Neved magadra, de ha nem lennél puki... Igen. Akkor... Esküszöm, hogyha amikor kicsit le voltam fogyva, hát nem kicsit, akkor azért ehhez hasonlított. Jó, hát van egy-két részlet, ami nem feltétlen talál, például nincs akkor a szájprém, de a hajam az ugyanilyen, ilyen áll, senkinek nincs, tehát sajtot eszel. Ken babát rajzolt le egyébként. Hát... 10-ből hány jósnőt adunk neki? 10-ből kap 5 jósnőt. Oké, okay. Következő. Blüpp! Az információkon, amiket küldtél nekem alapulva, nem tudok magyarul beszélni, úgyhogy fordítok, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Ó, hajlandó lesz kompromisszumokra. Senki sem egyforma a partnerével, természetesen lesznek dolgok, amikben nem értetek egyet, és lesznek viták apró dolgokon. Ez teljesen egyébként helytálló. Meg nem illik rá minden ember a világon. Hát jó, ezt te is látod, hogy... Képes lesz kompromisszumot kötni, amikor fontos, hogy megtaláljátok az arany középutat. Inspiráltan fog tartani. Képes lesz karban tartani a rossz hangulataidat. Megbukott. Mondjuk 7 dollárért mit is vártunk? Ezt nem lehet kordában tartani. Nem! Mikor elszabadul. És segíteni fog neked lépéseket tenni, hogy fejlődj az életedben. Azt a támogatási rendszert fogja neked adni, amire szükséged van egy sikeres élethez. Nagyon összeillünk, azt írja, 87% az esély arra, hogy találkozni fogunk a következő hónapokban. Ez is jó. A napi szokásaitokon múlik, hogy mikor. Sok szerencsét! Köszi! Teljesen jogos, mert hogyha mondjuk felborul a bioritmusom, és én éjjel leszek fent, és Rebecca meg nappal lesz fent, és ugye pont akkor alszik, amikor én fent vagyok, akkor tényleg azon múlik, hogy hogy élünk, hogy találkozunk-e. Matt? Hát, te ki vagy? Ez a Marics. Gyakorlatilag. Na hát ő nem hasonlít rá. Mi ez a haj? Olyan ismerős arca van. De tudod ki? Ez a musztás boly. Izé nélkül. Bajusz nélkül. Tipikus. Szerintem a csaj éppen Netflixen az N plusz egyedik romantikus sorozatot nézte. Rajzolgatta 7 dollárért neked dolgokat. Ez, ez megjött az ihlet. Egy ilyen csávó odállítanak 2-3 hónap múlva. Így állik, hogy... Mint ezt 7 dollárért. Gyakorlatilag. Hát... Ha. És akkor maradt az utolsó, aki a mai napon küldte nekünk. Ő a festős, Madame S. Hoppáré. Köszönöm, hogy rendeltél, és bizalmat szavaztál nekem és az ajándékomnak. És mivel rendeltem olvasást is, így itt vannak a kártyák, mert ő egyébként tarotozik. Oh-oh! Itt kezdődnek a problémák! Csába úgy kezdi, hogy 25 és 30 között van. Madame S, ez egy néni. A nő, elnézést. Akkor jó! 22 éves gyerek, am I a joke to you? Barna haja és mogyoróbarna szemei vannak. Hát figyelj, mit ír? 3 napos borosna, és nincsen szemüvege. Jó Istenem, imádom ezt a videót!
továbbra is a Marics. Nem. Jaj, Istenem! Szereti, hogyha emberek vannak körülötte. Egyre rosszabb irányba megyünk. Egy dolog nincs eltalálva az egészbe. Sometimes he likes to party too. Too much, azt írja. Akkor eltalálta. A legjobban elköltött 27 dollárom, hogy valaki rajtam kívül is megmondja. So is no poor guy. English. Hol fogom megismerni? Úgy tűnik, hogy közel a vízhez. Végül vagy egy is. Kikötőben, vagy egy folyó mentén. Én nem jó? Kertitó? Mert ez most pont van a szomszédban. Egy szökőkút mellett. Zsanett. Nagyon remélem, hogy elégedett vagy a munkámmal, hogyha bármi probléma van, blablabla. Írd meg neki, hogy van! Van probléma. De jó, de ilyen szöveg után hol lesz ez olyan, mint én? Mi? Ez a short jeldám. De hogy lesz? Most viccelsz velem? Ez konkrétan a short jeldám. Ez gyakorlatilag ő az. Van-e a kép, ha visszafele néz? Imádom ezt a videót. De erre neked nem mondasz, hogy nem. Hallod? Hallod? Zseniális. Hát, az az igazság, hogy... Hát ez remek. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy ez egy sikeres próbálkozás volt. Ja, nem beszéltük meg egyébként, hogy hány jósnőt adunk a 10-ből a másodiknak és a harmadiknak. A másodiknak adunk a nullát és a harmadiknak mínusz 10-et. Ez borzalmas. Azt mondja, a harmadik egy dolgot nem. Egyet nem. Hát jó az, hogy szeretek bulizni. Ennyit tudott. Ennyit. Ez nagyon vicces volt. Már akinek. Ez a... De veled nevetünk, de én nem nevetek. A három jósnő szerint három lelkitársam van egyébként, és az egyik se te vagy. Hát... Oké. Okay. Jó van, hát most mit érdekel minket? Ugye? Nem fog forgolódni ilyen. Sok tiad. Marics. Úgyhogy ezzel a három sikertelen lelkitársal szeretnénk zárni. Életed legjobban befektetett 35 dollárja volt kb. Tehát az... De vicces volt, tehát nem mondd, hogy nem De. Volt. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és átéltétek ezt velünk, ugyebár nincsen szemüvegetet, ez jó, hogy levette. Hogyha tetszett a videó, vagy szeretnétek, hogy Bence is csináljon egyet, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem lennétek, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az én Instám lent lesz a leírásba, őt meg így is túl sokan követitek. Ja tényleg, pont ezt akartam mondani. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!